A megye egyes bajnokság harmadik fordulójában hazai pályán játszott a kiskürösi NKSZ-esen női csapata a Nemesnád udvargárdája ellen. A lányok sajnos nem tudták itthon tartani a két pontot, annak ellenére, hogy lendületes kézilabdával kezdtek a csapatok, mely során jól tartották a lépést az esélyesebb vendégekkel szemben a hazaiak. A 10. percben Mokos Anita góljával 4-3-as vezetésre tettek szert a kiskürösiek. A Nemesnád udvariak elsősorban lerohanásból tudtak gólokat szerezni, felállt fal ellen már kevésbé voltak eredményesek. A hazaiak az elvesztett labdák után megpróbáltak gyorsan visszazárni, amivel jelentősen megnehezítették a Nemesnád udvariak dolgát. Az 56. percben 25-27 volt az állás, amikor is emberelőnyhöz jutott az ellenfél, így 30-25-re tudott nyerni a Nemesnád udvar. A tabella első helyén álló csapatnak nem volt könnyű dolga a kiskürössel, a véghajrában még úgy tűnt, hogy egy pontot sikerül rabolni a lista vezetőtől. Egy pillanatra úgy éreztem, hogy a Nemesnád udvart megfogta ez az eredmény. Tehát ők nincsenek hozzászokva, hogy 6-7 perccel a vége előtt két fal legyen közte, hogy éles végjáték legyen, alakuljon ki, ehhez ők nincsenek hozzászokva. Én úgy éreztem az atmoszférát, egy kicsit megfogta őket, sajnos bennünk nem volt több. Hát azért akkor jött egy-egy technikai hiba, egy-egy rossz lövés, egy-egy kihagyott zicser, nem baj, hát ezzel jár. Az edző a vereség ellenére gratulált a lányoknak, hiszen jó játékkal veszítették el a küzdelmet. Úgy éreztem, hogy jól játszottak, amit megbeszéltünk, maximálisan igyekeztek megcsinálni. Nyilván amatőrök vagyunk, néha hiba becsúszik, pontatlanság, de jól játszottunk. Azt sajnálom egy nagyon picit, hogy a végén, amikor megbeszéltük, hogy az átlövők fölfelé lőnek, mert ez a kapus ül le, három átlövést lőttünk le, mind a hármat megfogta a kapus, így a -2-ből -5 lett a vége, nem baj, örülünk az eredménynek, egy nagy mérkőzésre késztettük a Nemesnád udvart, aki vezeti a tabellát. A kiskürösi NKSZ-esek gárdája jelenleg az 5. a tabellán. A következő fordulóban október 15-én a Kalocsa otthonában lépnek majd pályára a lányok.